Van Szegeden egy csöpp kis színház, ahol szeretünk nagyokat álmodni. Pár éve például azt vettük a fejünkbe, hogy írunk egy zenés ifjúsági darabot Márton Klára egyik regényéből. És úgy is lett. Szöveget írtunk, zenét szereztünk, gyerekszereplőket válogattunk, díszletet festettünk, és egy szép napon bemutattuk az előadást. Nem panaszkodhatunk, sikerünk is volt. A szülők például egészen oda voltak. Mi azonban azt szerettük volna, ha többen, sokkal többen látják, hogy mire is vagyunk képesek. Hát most azt gondoltuk ki, hogy filmet csinálunk az előadásunkból, hogy megmutathassuk magunkat, gyönyörű városunkat, és hogy te is megnézhessd Misi, az árva kisfiú és a gyermekotthon régi-régi történetét. Gyermekotthon. Különös szó. Egy otthon, ahol gyermekek élnek. Szülők nélkül. Nehéz sorsú szülők gyermekei, akik a munkájuk mellett már nem tudnak időt szánni gyermekük nevelésére. Egyedülálló szülők gyermekei, akik egy fizetésből nem tudják eltartani a gyermekeiket. És persze az árvák, akik elvesztették szüleiket, vagy akikről a szüleik mondtak le. Az utóbbiak közé tartozott Misi. Misike Süni. Bár ő egyik becenevét sem szerette, viszont nagyon szeretett álmodozni. És mi tagadás, jó is volt benne. Kedvence volt a felhőkben, vagy épp a falra vetülő függönymintákban állatokat felfedezni. Leginkább mindenhol egy elefántot vélt látni. És ha már ez így alakult, hát hamar barátságot is kötött a rejtélyes, mindenütt felbukkanó ormányossal. Szia! Napok óta várlak. Hol voltál? A tengernél jártam. Éppen hazafele tartok. Hol laksz? Hát az erdőben. És minek voltál a tengernél? Vizet viszek az ormányomban, alig várom már, hogy hazaérjek. Miért sietsz annyira? Tudod, én minden este lesétálok a tengerpartra. Megfürdöm, lubickolok. Aztán, amikor hazaindulok, teleszívom az ormányom vízzel, és reggel, amikor felkelek, magamra fröcskölöm. Ha látnád, a rengeteg vízcsepp hogy csillog a napfényében, és minden csillogó vízcsepp az enyém, mert én hoztam őket a tengerről. Tudod, kell, hogy az embernek legyen valamilyen. Tudom, nekem van 3 fényes gombom. Még egészen kicsi voltam, amikor találtam. Szerencsegombok. Akkor jó. Szervusz! Szervusz! Holnap is eljössz? Minden nap erre visz az utam. Jó éjszakát! Várj! Mesélj még a vízcseppekről! Várj még! Hé, nem hallod! Mi dobígatsz, felvered a többit! Éppen most ment el egy elefánt. Egy nagy elefánt jött be a szobába. Csendesebben! Egy elefánt? Hát persze. És mit akart az elefánt? Semmit, csak erre járt. És vizet vitt az ormányába. Értem. És merre ment el? Arra. Talán még látszik a fák közt. Igen. Mint hogyha én is láttam volna egy pillanatra. És van neve annak az elefántnak? Biztosan, de nem mondta. Tudod, nekem mikor annyi idős voltam, mint egy holló barátom volt. Főleg esténként látogatott meg elhalvás előtt. Fekete Csör volt a neve. Soha senki nem látta, csak én. Ha jól leszem, hogy mesélek róla. Miért nem most? Mert azt ki kell érdemelni. És különben is szörnyen késő van már. Gyerünk aludni. De nem tudok. Most majd tudsz. Jó éjszakát, Nálki néni. Aludj jól, Misikém. Szép álmokat. És hogyha visszajönne az elefánt, akkor ne felejtsd el megkérdezni, hogy hogy hívják. Jó reggelt, gyerekek! Jó reggelt kívánunk! Jelentést kérek. Osztály, vigyázz! Tanárnének jelentem, az osztály létszám 12, mindenki jelen van. Az osztály tanulásra készen áll. Misi, valami baj van? Misi, válaszolj már! Mi a baj? Semmi, csak elgondolkoztam. Gondolkodni azt lehet, de figyelni is kell ám néha. Zolikám, ha ásít, azt tedd a kezed a szád elé, mert még bekapsz valakit. Remek, köszönöm. Leülhettek. A mai környezetismeret órán elmegyünk a piacra. Veszünk lángost! Ödön, fiam, te mindig csak a hasadra tudsz gondolni. Nem reggeliztél? Reggelizált, még repetát is kapott Jurika nénitől. Akkor csak kibírod valahogy ebédig, nem igaz? Ha muszáj. Akkor mit veszünk? Nem tudom. Lehet, hogy veszünk is valamit, de nem azért megyünk. Hanem miért? Azért, mert a konyhakerti növényekkel csak a tányérotokban találkoztok. Ki tudná elmondani, hogy hogy néz ki a frissen kiásott répa, vagy a burgonya? És meg tudjátok különböztetni a kétféle káposztát egymástól? Nos, feleljetek. Senki. Na látjátok, ezért megyünk ma ki a piacra. Megfigyeljük a konyhakerti növényeket, amelyeket minden nap látunk, és mégsem ismerjük őket. Sziasztok! Sziasztok! Nézd, Misi! Nyúszik! Hol? Ott a ketrecben. Be vannak zárva. Majd, ha nem figyelnek, akkor kieresztem őket. Hadd fussanak az erdőbe. Buta vagy, Misi. A házi állatok nem élnek meg az erdőben. Tudom, de olyan jó elképzelni. Elképzelni? Az lehet. Mihály, Ágnes! Megtisztelnétek minket azzal, hogy csatlakoztok hozzánk. Megyünk! Tehát megérkeztünk. Ez egy burgonya. Ugye mindenki ismeri? Igen! Akkor nézzük meg közelebbről. Milyen színe van? Barnás és tojás alakú. Helyes. És mit látunk rajta még? Köszönöm szépen. Gyönyörű. Mennyivel tartozom? Jól lát mindenki? Ez mi? Uborka! Pontosan. Meglátszik rajtuk, hogy az otthonból jöttek. Legalább ne adnának rájuk egyforma ruhát. Sokban vannak így is az államnak. Szegény kölkök. Micsoda szülők vannak. Akinek van, eldobja, másnak meg nem lehet. Az élet nem igazságos. Gondoltuk rá mi is, hogy örökbe fogadunk egyet. De az uram azt mondja, hogy sok baj lehet belőle. Hát mi van, ha megjelenik az anyja vagy az apja, és kéri vissza a gyereket? Mit csinálunk akkor? Törvény az törvény. Szívem szakadna meg. Hát bizony. Jól át kell gondolni az ilyesmit. Meg aztán ki tudja, hogy a gyereknek mi a jobb. A család. A család az biztosan jobb, mint ez. Ezt el sem tudom képzelni. Így felnőni. Hát igen. A családot semmi sem pótolja. Na. Isten áldja. Isten áldja magát is. Mindjárt meg vagyunk? Jaj, bocsáss meg, majdnem eltapostalak. Hogy hívnak, kisfiam? Na mi a baj, megijedtél? Mondd meg a neved. Ne félj, nem bántalak. Szervusz, kisfiú. Simó Mihály harmadik osztályos tanuló. Megszökött a piacról, ahova azért mentek ki az osztály elől, hogy megvizsgálják a konyhakerti növényeket. Megszökött. És egy egész fél órát volt távol, és késve érkezett vissza az iskolába. Hát hol voltál, Misi fiam? Misi, az igazgató bácsi kérdezett valamit. Hol voltál? Nem felelsz. Miért nem felelsz soha, ha kérdeznek? Mi a baj, Misi? Szeretnék segíteni neked, de hogyha ilyen makacs vagy, nem tudok. Elszöktél a piacról, pedig tudtad, hogy ezért büntetés jár. Most meg csak hallgatsz. Aggódtunk, érted? Fogalmunk se volt, hogy hol lehetsz, merre csatangolhatsz, nem esett-e valami bajod. Gizinén is halálra izgulta magát. Miért csináltad? Nem felel. Hallgat, mint a hal. Hát akkor nekünk kell eldöntenünk, hogy mi is legyen a büntetése. Ne kapjon vacsorát! Az evést nem lehet megvonni. Inkább ne jöjjön legközelebb moziba. Moziba soká megyünk. Inkább ne nézhessem tévét. Mégis meddig, hisz majdnem minden nap nézünk. Már sokszor megbeszéltük, hogy ha valakinek valami közölnivalója van, akkor szépen felteszi a kezét. Ti meg össze-vissza kiabáltok. Helyes ez? Na ugye? Szerintem egyik büntetés se jó. De kérdezzük meg Misit. Mit gondolsz, ha más követte volna el, amit te, akkor milyen büntetést kellene kapnia? Nos? Akkor én megmondom. Most szépen itt maradsz a teremben, amíg a többiek játszanak az udvaron és elgondolkozol. Ha akarsz valamit mondani, tudod, hol találsz. Hallgat, mint a hal. Nem jól van ez így. Nem jól van ez így. Gyerünk, gyerekek! Ki mit fog játszani? Péter bácsi az udvaron vár, hogy kidobósozzon veletek. Na, kinek van kedve? Nekem! Nagyszerű. Akkor először Dönci és Zoli lesznek a két csapatkapitány. Gyerünk választani! Jaj, Misikém! Szia! Szia! Szomorú vagy? Nem. Nem tudom. Nem hiszem. Mit csinálsz itt? Szobafogságon vagyok. Bezártak? Itt nem zárnak be senkit. Csak ez a neve. Akkor kimehetsz? Nem. Nem szabad. De ki tudnál menni? Büntetésben vagyok. És ki büntetett meg? Hát, az nem számít. De számít, mert ha ki tudnál menni és nem mész, akkor tulajdonképpen te büntetted meg saját magadat. Végül is. Ági nén is azt kérdezte, hogy milyen büntetést adnék magamnak. És mit válaszoltál? Semmit. Állandóan olyanokat kérdeznek, amire nem lehet jól válaszolni. Mert én nem adnék magamnak semmilyen büntetést. Mert nekem el kellett mennem. Mert látnom kellett, hogy hol lakik. És a néni is a nevemet kérdezte, de mit számít, hogy hogyan hívnak, ha egyszer... Mert nem a név a fontos. És ha megmondtam volna, hogy Simó Mihálynak hívnak, és neki pont nem tetszik ez a név, de én azt szerettem volna, hogy... Én azt szeretném, hogy ne a nevemért... Az emberek nem a nevükért szeretik egymást. Honnan tudod? Az emberek furcsák. Ez igaz. De ne feledd, hogy te is ember vagy. És neked is tenned kell azért, hogy legyen valamit. Olykor nem többet, mint hogy válaszolsz, ha kérdeznek. Kitaláltam valamit. Levelet írok annak a néninek. És mit írsz neki? A nevedet? Azt nem. Néni. Tessék engem elvinni innen, vagy elrabolni. Segíte majd bevásárolni, és viszem a kosarra. Aláírás S. mesék, a lélek percig sem henyél, elébb fut a nagy világ, beömlik tárkapunk korát. Keríts egy ünneplő ruhát, terül most minden jó barát. Rokon-rokont követve fut felé, vasárnap mindenünk tiéd. Kosárba comb és bújka mell, pogácsa, fán, gubán a tej, fasírtot, rántott húst a tömb feléd. Rokonból édes szolgaléd. Vasárnap újra hatra hét, amíg a hét csak napra nap, nap. Vasárnap szebben bűz a nap, vasárnap bármit is mesél, a lélek percig sem henyél, elébünk fut a nagy világ, beömlik tárkapunk korát. Nézd már, kit látnak szemeim! Csak nem a kis Simó! Hol lesz a séta, Misike? Kivetted a szabad napot? Hagyjatok! Nézzenek oda, milyen kis durca! Az sajnos nem lehet. Kötelességünk megvédeni a kisebbeket. És te most úgy látom, nagyon is védelemre szorulsz. Engedjetek el! Frászt, most fogod magad és szépen visszamész az otthonba. Nem megyek! Ne felesen vissza, meg kapsz egy nyaklevest! Hagyd már! Nem hagyom. És ha valami baja lesz, akkor itt olyan szigor lesz, hogy mi se tudunk kimenni, vagy benne akarsz kuksolni minden vasárnap? Tényleg? Hol jöttél ki? Nem mondom meg. Misi, nem jöhetsz velünk. Nem is akarok, más vele van dolgom. Nézd, ennek a kis zsebpiszoknak dolga van. És mi dolgod van, mi? Nem mondom meg. Beszélj a hétszentségidet, mert kiráznak a nadrágodból. Hagyd majd én! Misike, mondd meg, hol jöttél ki? Máskor is kijöttél már? Vissza tudsz menni anélkül, hogy észrevennének? Vissza. Vigyük vissza, nem fogom ezt a jó kis délutánt elszúrni egy ilyen kis szaros miatt. Ha visszaküldöd, akkor be fog köpni minket, és lőttek a kis délutánodnak. Majd megkérem, hogy ne köpjön be. Aha, megkéred. Na, mit adsz, ha elengedünk? Van pénzem? Hülye vagy? Honnan volna? Ja, igaz. Akkor mit van? Nincs semmi. Hát valamit csak van. Van 3 gombom. Mid? 3 részgombom van, fényese. Az igen, szerencse gombom. Hagyd már! Add ide. És az? Minek az neked? Maradj nyugton, tudom, mit csinálok. Add ide a gombokat, és elmehetsz. Ha nem adod, a fülednél fogad cibállak vissza. Meg vagyok értve? Így. És ezt most szépen elteszem. És hogy nem mondod el, hogy mi is kint voltunk, akkor lehet, hogy egyszer visszaadom. Visszaadod? Mondom, lehet. Ha jó fiú leszel. És vacsorára legyél bent, mert hogyha miattad lesz paláver, nagyon megbánod. Világos? Világos. Na húzz innen! Dolga van, a kis törpének dolga van. Ja, hát mondjuk biztosan meg kellett volna találni a hófehérkét. Ő is kiszökött? Kicsoda? Hát, az a hófehérke. Na, húzzunk innen. Megállj te! A vonaton akart kerülni? A mindenségit. Nem otthon vagy hátul a kertbe, ez nem játszótér. De jó van, öcsi, semmi baj, na. Semmi baj. Mi az, utazni akarsz? Na gyere, gyere fel! Na, hogy hívnak? Na mi az? Elvitt a cica a nyelved? Mi a neved? Misi. Misi. Mihály. Szép név. Komoly név. Na hát Mihály öcsém, utazzunk. Hova utazzunk? Mindegy, el innen. Nem tán szökésben vagy. Na jó, hát ha el, hát el. Gyere, megyünk egy kört. Ha gondolod, elvihetlek. Akarod? Akarom. Na és Mihály öcsém, ültél-e már vonatra? Nem emlékszem. Se baj. Erre az utazásra emlékezni fogsz. Itt van, csuda, egy masina készen áll. Füst száll a sín, arra vár, hogy acél hátán száguldjunk tovább. Sikkan csattan a fény, nézd csak itt van, csuda, egy paripa téged vár. Széntől lobban a tűz, közfelhőből lesz egy új világ. Számszáz keréken, száz erdő réten át. Szállunk kéz a kézben, nem várunk már tovább. Csodát, álmunk újra élet, végre újra élhetünk. Sziszem, pöffen a gép, nézd csak itt van, csoda, egy masina készen áll. Füst száll a sín, arra vár, hogy acél hátán száguldjunk tovább. Sikkan csattan a fény, nézd csak itt van, csoda, egy paripa téged vár. Széntől lobban a tűz, tűzfelhőből lesz egy új világ. Szállunk száz keréken, száz erdőn réten át. Szállunk kéz a kézben, nem várunk már. Álmunk újra élet, mégis újra fékezünk. Na, Mihály öcsém, jó volt? Jó, nagyon jó. Na, örülök. Ha máskor is vonatozni támad kedved, akkor csak gyere nyugodtan, rendben? Rendben. Na, de aztán itt óvatosan ám itt a sinek között. Na, szervusz! Na, mi a baj? A bácsit hogy hívják? János, Balog János. Simó Mihály. Örülök, hogy megismerhettelek, Simó Mihály. Én is. Kérhetek valamit, János bácsi? Ugyan mit? Szenet. Egy darab szenet. Emlékbe? Mert kell, hogy az embernek legyen valamilyen. Persze, persze, persze. Várj. Nézd csak, ez itt pont egy ilyen szív alakú. Várj, becsomagolom, nehogy koszos legyen a ruhád. Ez az, így. Na, tessék, ez jó lesz így? Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Csókolom. Szervusz. Szervusz, Simó Mihály. Vigyázz magadra! Vigyázz magadra! Bordással. Jaj, te bolond, te nagy-nagy bolond. Hát igen, bolond vagyok. Remélem, nem baj. Nem, én így szeretlek. Hát szeretsz. Eddig nem is mondtad. Most mondom. Én is. Nem kell azért, mert én mondtam. De nem azért. Talán nem azért, talán azért. Van időnk, ráérünk. De mindjárt jön a busz. Hajt a bolond, mindig csak viccel. Szeretem, ha nevetsz. Bolond a nyár. Tavasz van. Bolond a tél. Bolond ki vár. Bolondos. Bolond ki fél. Bolond ki eldobja álmát. Elfut, mikor már közel a cél. Félig sem él. Hallgass rá. Bolond a száj, bolond az ér, bolond a vér. Bolond a félre dobbanás, mindent elmesél. Bolond a szív, ha páratlan, bolond a szív. Bolond a szem, ha álmatlan, bolond a szív, páratlan. Bolond a fő, bolond a víz, bolond az ég. Bolond a volt, bolond a lesz, bolond a még. Vár ránk egy álom szép tánc, vár egy álom s egy tánc. Bolond a kéz, bolond a kar, bolond a láb. Repíts akár egy körhintán, repíts még tovább. Vár ránk egy álom szép tánc, vár egy álom s egy tánc. Bolond a nyár. Érted már? Bolond a tél. Bolond ki vár. Itt vagy már. Bolond ki fél. Bolond ki eldobja álmát. Elfut, mikor már közel a cél. Félig sem él. Hallgass rá. Bolond a száj, bolond az ér, bolond a vér. Bolond a félre dobbanás, mindent elmesél. Bolond a szív, ha páratlan, bolond a szív. Bolond a szem, ha álmatlan, bolond a szív, páratlan. Bolond a fű, bolond a víz, bolond az ég. Bolond a volt, bolond a lesz, ölej ma még. Vár ránk egy álom szép tánc, vár egy álom s egy tánc. Bolond a kéz, bolond a kar, bolond a láb. Repíts akár egy körhintán, repíts még tovább. Vár ránk egy álom szép tánc, vár egy álom s egy tánc. Bolond a nyár, értem már, bolond a tél. Bolond ki vár, itt vagy már, bolond ki fél. Bolond ki eldobja álmát, elfut, mikor már közel a cél. Félig sem él, jöjj és élj. Szia! Szia! A múltkor elfelejtettem megkérdezni valamit. Hát kérdezd meg most. Hogy hívnak? Engem? Téged? Hogy hívnak? Elefántnak. Az nem név. Hogy szólítanak az ismerőseid? Nekem nincsenek ismerőseim, csak te. Te pedig még nem szólítottál sehogy sem. Én kellene nevet adjak neked? Hát, nem látok más megoldást. Nem is tudom, most nem jut eszembe valami jó elefántos név. Majd gondolkozom rajta. Rendben, ha szükségét látod. Nézd, mit kaptam János bácsitól. Nem csillog úgy, mint a vízcseppek a reggeli napfényben, de azért valami. És az enyém. És mindig emlékeztetni fog valamire. Nagyon szép. És a zsebkendő ki? Azt is János bácsitól kaptam. Illetve... Lehet, hogy a zsebkendőt vissza kellene adnom? Lehet, de most még nem. Majd egyszer. Biztos lesz rá valami jó alkalom. Igen, biztosan lesz. Aludj jól, Misi. Szép álmokat! Neked is! Álmod meg reggelre a nevem! Ugyan már, gyerekek, még a végén megfojtjátok. Na gyerünk, menjetek szépen játszani. Szeretnék egy kicsit beszélgetni Ági nénivel. Menjetek szépen, majd jövök én is. Jól telt a hétvége? Igen, szüleimnek segítettem a kertben. Szép idő volt. Itt is. Imrémmel még cukrásztában is voltunk. És az igazat megvalva, éppen erről szeretnék veled beszélni, drágám. A cukrászdáról? Nem. Illetve igen. Azaz nem a cukrászdáról, hanem arról, amit ott láttam. Nem is tudom, hogyan mondjam el neked, drágám. De hát miről van szó? Péterről. Tudom, hogy te kedveled, és ugye látszik is, hogy ti, ugye... És ugye én nem is akarok beleavatkozni, de mint nő nem tehetem meg, hogy tovább falazzak neki. Falazni? Miért kéne falazni neki? Nézd, lehet, hogy Péter nem az, akinek hiszed. Hallottam már eddig is, de most a saját szememmel láttam. Ahogy te kiteszed innen a lábad, mással lenyeleg. Mással? Az új földrajztanárnővel. Azt mondta, neki is el kell utaznia, azért nem jöhet velem. Persze, elutazott, de nem tartott sokáig az út, csak a cukrászdáig. Ott ültek a terasz sarkában összebújva. Se nem láttak, se nem hallottak. Köszönöm, hogy elmondtad. Igazából nem történt semmi. Nekem mindig antipatikus volt az a nő, ahogy heherészik. És ha látnád a legutóbbi szerelését. Pettyes ruha, sál hozzá ugyanabból az anyagból, kézbohóc. Lassan olyan dagat lesz, mint egy nagyra felfújt pettyes strandlabda. Esküszöm, csak így meg kellene lökni, és már gurulna is. Pettyes labda. Nem sokára össze kell szednem a gyerekeket. Persze, Ágikám, menj csak. És ne haragudj rám. Én csak jót akarok neked. Hát persze. Misi, te miért nem játszol a többiekkel? Játszottam. És hol játszottál? Hát... Véde, Misi. Megígértem, hogy egyszer mesélek neked a holló barátomról. Fekete csőrről? Nem, hát megjegyezted. Egyszer fekete csőr csapdába esett. Egy ember elfogta és aranykalitkába zárta. Mindent megkapott. Etette, itatta, dédelgette. Aztán egy szép napon egy nagybajszú macska kezdte kerülgetni a kalitkát. Szeretett volna ő is bejutni. Próbálta mancsával nyitogatni a kalitka zárját, fekete csőr rettenetesen megrémült. Kiáltani sem tudott, annyira elakadt a hangja. És amikor a macskának sikerült kinyitni a kalitka ajtaját, hirtelen kiröppentés szállt. Vissza se nézett. De odakint újra neki kellett megtalálnia az élelmet. Télen fázott, nyáron melege volt, és nem volt senki, aki dédelgette volna. Bármilyen rettenetes is volt a rabság, visszavágyott. De a macska miatt soha többé nem ment arra a környékre se. Látod, az ember is így van ezzel. Ágikám, Ágikám! Ágikám! Ágikám, ne haragudj, hogy megzavarlak, de valami nagyon különös dolog történt. Itt van egy hölgy. Valaki egy levelet dobott be hozzá, és ide jött, mert azt gondolja, hogy innen volt valamelyik gyerek. Néni, tessék engem elvinni innen, vagy elrabolni. Segítek majd bevásárolni, és viszem a kosarat. Aláírás S. De hát nálunk nincs is senki, akinek S-sel kezdődik a neve. Gyerekek, gyerekek, csendet kérek! Ez a néni hozzátok jött. Ismeri valaki? Már úgy értem, hogy láttátok már valahol? Senki? Senki. És ezt a levelet... Hol a levél? Az előbb még itt volt. Köszönöm szépen, Ágnes. Ki ismeri ezt a levelet? Senki? Senki. Nem ti írtátok? Nem ők írták. Tudtok róla valamit? Nem tudnak róla semmit. Megpróbálhatom én is. Tessék, parancsolj. Szóval azt szeretném, hogyha vasárnaponként néhányan eljönnétek hozzám segíteni. A padláson rengeteg a lom. Dobozok, üres fazekak, ládák. Azokat kellene lehordani. Mert útban vannak. És ez igazán könnyű, gyereknek való munka. Jó ebédet kaptok, meg uzsonnát. Na, ki akar eljönni? Én megyek, ha enni adnak, akkor én megyek. Csendesebben, gyerekek! Hát így mutatkoztok be, ez igazán nem szép dolog. De ne felejtsétek el, hogy vasárnapokról van szó. Csak olyan jelentkezzen, akihez nem jönnek látogatóba. Na jó, még ne vegyétek biztosra, mert az igazgatóbácsinak is bele kell egyeznie. De hogyha beleegyezik, akkor mindenki elmehet, aki ráér. Kivéve egy valakit. Simó fiam, te nem jelentkeztél. Nyilván, mert te csak csavarogni szeretsz. Most már valamennyit el kellene hívni egyszer. Nem volna szép becsapni őket. Úgyhogy ne, hiszen olyan aranyos gyerekek. Régi mesék, égi mesék, kép képeit érzi a szív. Régi mesék, úcska mesék, minek jöttök, ha senki se hív. Régi mesék, égi mesék, ébren is álmodom én. Régi mesék, úcska mesék, hova bújhatok el, hova bújhatok el. Régi mesék, égi mesék, ébren is álmodom én. Régi mesék, úcska mesék, hova bújhatok el, hova bújhatok el. Hát akkor viszontlátásra! Sose várt, sose hívt, sose keresd, ami szép, sose volt, sose lett, sose lesz, sose lehet a tiéd, sose kérd, másnak sincsen, sose várt, más fele jár, sose hív, meg sem hallják, sose keresd, ami jó, sose kér, régen nincs már, sose várt, más fele száll, sose hív, máskor nem fáj, soha többé az a szó. Rózsika néni, ne tessék engem keresni, ne tessék engem elrabolni, ha nem tudja, ki vagyok, ha nem ismernek, ha nem súgja meg a szíve, akkor én már nem is akarom, akkor tessék engem elfeledni, elfeledni, örökre. Maga egy Csacsi Péter, túl sokat foglalkozik a munkájával. Elszalad az élet és lemarad mindenről. Mi mindenről? Mégis miről lehet lemaradni itt az Isten háta mögött? Lehet, hogy az Isten pont a háta mögött rejteget magának valami meglepetést. Nem lehet véletlen, hogy pont itt találkozunk, az Isten háta mögött, nem igaz? Olyan szép idő van. Én pedig olyan jól érzem magam. Ha magával vagyok, akkor elfeledkezem a világról. Én úgy szeretnék magának adni valamit, de nem tudom, hogy mit adhatnék. Mondja, Péter, minek örülne? Én nem tudom, nem jó, hiszem, hogy... akkor majd kitalálom. Nem ülünk le? Olyan szépen süt a nap is. Én olyan jól érzem magam. Tudja, Péter, én olyan vagyok, mint egy gyík. Imádok a napon heverészni. Ha pedig hűvösödik, akkor szeretek. Fázik, mert akkor elmehetünk. Még maradnék. De inkább kihozom a pulóveremet, jó? Inkább magához bújok. Öleljen át. Maga olyan erős, olyan férfias. És közben olyan, mint egy nagy gyerek. Imádom a gyerekeket. Ezért is lettem pedagógus. Szeretem nézni, ahogy fejlődnek, ahogy nyiladozik az értelmük, terelgetni őket. Magát is terelgetni kell, Péter. Megismertetni az élettel. Hát én nem hiszem. Hogy... tudom, mit adok magának. A bizalmamat. Tegezhetsz. Na, mit szólsz? Köszönöm. Köszönöm, Edith. Köszönöm, Edith. Kiálljál, pecses labda! Ki volt az? Nem én. Hová gurulsz, pettyes labda? Melyik kölyök merészelte? Hol vagy? Ugyan már, kedves, ne törődj vele. Ki volt az? Ezt... Azonnal gyere elő! Csak egy gyerekcsíny! Hol vagy? Hallod? Állj meg! Fogd meg! Csillapodj már, ez csak egy gyerekvicc. Tudom ám, hogy ki volt az. Megismertem. A te drágalátos Ági néninek a kegyeltje. Ő tanította ki. Egy gyerek sosem tudott volna magától ilyet kitalálni. Nem hiszem, ő nem olyan. Mert még gyerek vagy. Semmit nem tudsz a nőkről. Az lehet. Mihály öcsi, hát téged mi szél fújt erre? Nem menj már a vonat? Az már nem. Elment lefeküdni. Vége a munkaidőnek. Lassan neked is ágyban a helyed. Mi az, megkergettek? Nem, csak siettem. Sajnálom, kispajtás. Erigy haza, a szüleid már biztosan várnak rád. Merre laksz? Arra. Nagyon jó, értem, hogy arra, de melyik utcába? A Tihanyiban. Tán csak nem az intézetből szöktél. A nem jóját. Szerettem volna egy kicsit... vonatozni. Tudod, van néha úgy, hogy az embernek olyan mehetnéke van. Mindegy, hogy merre, csak úgy menne. Azt szokták mondani, hogy megy az ember a feje után. Pedig dehogy is, éppen, hogy a feje elől megy. Neked mi van a buksidban? Mit hagynál hátra belőle szívesen? Bántottak? De akkor mi a baj? Nem mondod el. Aztán Mihály öcsém, ültél-e már motoron? Hát motorozni éppenséggel elvihetlek, ha van kedved hozzá. Akkor gyerünk, Mihály öcsém, nehogy erről is lemaradjunk. Na, meg is érkeztünk, Mihály öcsém. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nem vettem volna a lelkemre, hogy egyedül lófráj. Na, erigy. A mai verést talán megúszod. Nem szoktam kikapni. Mondd, te gyakran csinálod ezt? Mit? Hát, hogy szabadságolod magad. Néha. Na jó van, erigy. Vigyázz magadra. Aztán tudod, hogy hol találsz. János bácsi. Igen, Mihály öcsém? Zsebkendőt, amit a szénnel tetszett. Majd egyszer visszaadom. Ráérsz. Nem fontos, na, ha gondolod, meg is tarthatod. Majd, ha lesz egy doboz, amiben a szenet rakom, visszaadom. Úgy is jó lesz. Tudod mit? Kérd meg a szüleidet, hogy hozzanak egy ilyen skatuját. Majd szerzek egyet. Nincs, aki hozzon. Árva vagy. Nem. Vannak szüleim. Vannak. Csak sokat dolgoznak, és messze is laknak. De nem sokára eljönnek érte, és akkor elvisznek innen, és akkor nem kell többé visszajönnöm. Soha! Soha többé! Biztosan. Biztos így lesz. Ne félj semmit, Mihály öcsém. Így kell annak lennie. a baj? Mi lesz, ha nem jön el? Ha most sem jön el? Biztosan eljön. És ha nem? Ha most sem. Gréti, tudod, hogy anyának most nagyon nehéz. Ha tud, eljön. Most mi van? Miért sírsz? És mi van, ha nem ismerem meg? Mi van? Olyan régen láttam. Biztosan megismered. De ha mégse? Ne félj, meg fogod ismerni. Miről? Arról, hogy ő lesz a legszebb, a leggyönyörűbb, akit valaha láttál. Na ne sírj már. És mi van, ha nem látok, mert tele van könnyel a szemem? Akkor is meg fogod ismerni. Hogyan? A szíveddel, Gréti, a szíveddel. Gyerekek, üljetek le szépen a helyetekre, és próbáljuk el a dalt, amit anyák napjára tanultunk. Peti! Gréti! Gyertek ide! Igen, igazgató úr? Most nem kell ez a... Édesanyátok telefonált, hogy nem tud eljönni, de nagyon szeret benneteket. És itt van ez a levél. Ezt én kaptam, de nektek szól, ez egy hivatalos levél. Tudjátok, mi ez a hivatalos levél? Én tudom. Amikor idehoztak minket, akkor is azt kaptunk. Igen. De ez most nem olyan... Ez arról értesít engem, illetve titeket, hogy... Ágnes! Ágnes, legyen szíves! Azt hiszem, ezt mégis inkább magának kellene elvégre. Maga... Azt hiszem, jobb lesz így. Baj van, Ági néni? Nem jön el. De... Eljön, nem sokára. Eljön és elvisz benneteket haza. Haza? És mikor kell visszajönni? Nem kell, soha többé nem kell. Együtt maradtok. Édesapátok, édesanyátok, ti és a testvéreitek mind. Haza? Igen, kaptatok egy házat. Egy egész házat. Azt írják. Látod, Gréti? Én mondtam! Hazamegyünk, srácok, hazamegyünk! Nem tudom, mi van velem, de úgy ennék egy kis csokit. Gyerekek, gyertek befelé! Óra után hozok neked. Tudhatnád már, hogyha én akarok valamit, azt azonnal akarom. Jó. Gyerekek! Ki hozna nekem egy csokoládét? Ez legyen az. Miért hozzak? Tibit, kéket vagy pirosat? Ne Tibit, mogyorózsat. Én kértem a csokoládét. Fogd a pénzt. Kedvesem, kérlek szépen. Nem hallottad? Vagy süket vagy? Hallottam. Hát akkor még mindig itt vagy. Most miért csinálod ezt? Megérdemli ez a ronda kölyök. Ha nem lenne ilyen kakuk fióka, már régen kitekertem volna a nyakát. Ki tanított meg rá, hogy csúfolj? Talán a Csodálatos, szépséges Ági nénid, ugye? Nem. Hát akkor? Vedd fel a pénzt és lódulj! Na gyerekek! Vigyázz! Helybenjárás! Egy, kettő, oszlopba! Ha fejlődj! Gyerünk! Körrefutás! Gyorsabban! Pisi! Légy szíves! Hozz nekem egy tábla csokoládét, jó? De csak egyet. Értetted? Nekem. Futás. Ez mi volt? Soha többé ne menjen annak a gyereknek a közelébe. Értette? Magázol? Soha többé. Lehet, hogy egy rossz intézményt választottam, de maga egészen biztosan. Sőt, az a gyanúm, hogy foglalkozást is. Na, menjen innen. Péter! Menjen innen! Beszéljünk meg semmit. Tévedtem, és súlyos árat fizettem érte. Na, Istenem, nem. Gyerekek! Futás utána! Hopp! Miért nem játszol velünk, kakukfióka? Mi volt ez? Misi kezdte. Nem igaz, Dönci kezdte. Nem érdekel, ki kezdte. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy ki kezdte. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi vitt rá benneteket, hogy egymásnak essetek. Nos? Dönci azt mondta Misinek, hogy kakukfióka. Kakukfióka. Hát persze. Kakukfióka. És ti? Ti mit tettetek? Hát mi is mondtuk. Értem. Szóval nem mondtátok Döncinek, hogy ilyet nem szabad mondani. Ha? Tudjátok egyáltalán mit jelent az, hogy kakukfióka? Az egy olyan madár. Igen. Milyen madár? Olyan énekes madár, amely az órában is volt nagypapáiknál, és azt mondta kakuk. És azt tudjátok, hogy a kakuk miért lakik az órában? Mert nincs fészke. Nem rak fészket. A kakuknak nincs családja. A tojásait belopja idegen fészkekbe, és azok nevelik fel a kicsinyeit. Mintha sajátjuk volna. Értitek? Hát ki nem kakukfióka itt? Ki az, aki a családjával együtt él? Hm? Zsuzsi, te? Tamás? Emőke? Dönci? Te nem vagy kakukfióka? Én is kakukfióka voltam. És egy ugyanolyan intézményben nevelkedtem, mint ez. És akkor most engem is kicsúfolsz? Mit mondasz erre? Nem. És ezzel el van intézve? Nem. Bocsánatot kérek. Nem tőlem kell bocsánatot kérned. Ne haragudj, Misi. Te se haragudj, Dönci. Jó. Többiek? Ne haragudj, Misi. Rendben van, nyomás, mindenki aludni, 1-2. Én nem tudtam. Ha tudtam volna, nem mondom. De most már tudod, Zsuzsi. Most már minden rendben van. Na, futás az ágyba, te is. Misi. Ez az egész az én hibám, amikor beszélni kellett volna róla. Most szeretnék kérni tőled valamit. Itt ez a levél. Misi! Arra szeretnének megkérni, hogy holnap add ezt oda Ági néninek. Misi! Tudod, én csináltam egy nagyon-nagyon nagy butaságot, és szeretném jóvá tenni. Tudod már a nevem? Én nem szeretnék többé kakukfióka lenni. Én is családot szeretnék, mint mindenki más. Tudod, amin szólíthatsz, amin hívhatsz. És tudod, én azt szeretném, hogy Ági néni legyen az én családom. Érted ezt? Igen. És mi az? Tudod, mi az, amikor az ember annyira egyedül van, hogy szétfeszíti belülről. Te ezt érted, ugye? Magány. 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 Megteszed ezt, értem, Misikém? Igen. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Na, menj te is aludni. Jó éjszakát. Most már van neved, de hiába. Én soha többet nem foglak hívni. Ne gyere többet. Ne gyere soha többet. Jó éjszakát. Nézd már, kit látnak szemeim. Csak nem a kis Simó. Hol lesz a sétamisike? Mi van nála? Vedd el! Vedd már el! Add ide! Tudjátok már! Na, kinek szól? Kicsoda? A levél. Ki a címzet? Nincs címzet, csak az van ráírva, Zentai Ágnes. Ki írta? Péter bácsi. Elég, adjátok vissza neki! Ki az a Zentai Ágnes? Ági néni. Ági néni? Én azt hittem, hogy a tanár úr pöttyös labdával kavar. Úgy látszik már nem. Add ide! Misi, ez egy nagyon fontos levél. Biztosan mondta Péter bácsi is. Szaladj, hogy mielőbb megkapja a címzet. Ügyes légy. Állj! Mi lesz? Lódulj már! De minek kéne ki levelet? Miért nem mondja szóban? Mert van, amikor levelet kell írni. Mert nem lehet szóban. Nem tudja az ember szóban. Mit? Majd egyszer megírom neked. Na menjünk! Úgy gondoljuk, hogy 5 gyerek van, aki szóba jöhet. Ők azok, akiknek nincsen senkiük. Egyenként behívjuk őket, beszélhetnek velük. Bár én nem fűzök túl sok reményt a dologhoz, de ha önök úgy szeretnék. Ő lesz az első. Állj ide szépen, hogy mindenki lásson, és mutatkozz be. Martos Ödön. Dönci a beceneve. Miért is neveztünk el így? Mert szeretek enni. Mindig úgy csúfoltak. Ödön, a zsíros bödön. És nem sértődtél meg? Nem, egyáltalán nem, mert most már csak Dönci vagyok. Mondd, Döncikém, szoktál te levelet írni? Kinek? Akárkinek. Mondjuk csak úgy írsz egy levelet, mert fontos neked. Egyszer írtam a télapónak. És mit kértél tőle? Sok csokoládét meg szaloncukrot. Szervusz! Mondd csak, ismersz engem? Csókolom! Persze, a néni volt már itt kétszer is, anyák napján is. Kapott is virágot. Pedig... Mondd csak, nem szoktál levelet írni? Kinek? Egyszer mégis írtam. Még elsőben, az apukámnak. Kaptál rá választ? Talán meg sem érkezett a levél. Akkor még csak a kisbetűket ismertem. Mehetek? Sokáig várta az apját. Érdekes módon csak az apját tudta elképzelni, hogy létezik valahol. És? A tettes ismeretlen, semmit sem tudunk róla. De a levél? Tele van egy egész szekrényünk ilyen levelekkel. A címzés helyén csak annyi áll: apunak, anyunak, nagyszüleimnek. Hová küldenénk? Tallér Zoltán. Jeles tanuló. És tornázni is nagyon szeret. Zolikám, mikor írtál utoljára levelet? Talán 1 éve. Egy barátomnak. Egy másik gyermek otthonba. Nem válaszolt. Mindig igazat mond. Kérlek, küld a következőt. Nem írtam levelet. Milyen levelet? Hát a többieknek is ezt kellett megmondani. Én nem írtam levelet. Vagy kellett volna? Misi, te jössz. Mihály öcsém, hát te hogy kerülsz ide? Honnan ismered te ezt a gyereket? Tudod, mondtam, ő az, akit megvonatoztattam, aki a múltkor eljött. Kár, hogy nem eladó. Mit jelent az, hogy nem eladó? Hát, hogy vannak szülei. Sajnálom, pedig nagyon megkedveltem az öcsköst. Neki szülei? Persze, ő mondta, hogy nem sokára majd. Hogy nincsenek. Misi, te azt mondtad, hogy vannak szüleid. Felej, Misi, nézd rám! Megint kezdi. Hallgat, mint a hal. Misi, mi már találkoztunk. Már emlékszem. A piacon. Mikor megszakadt. Misi, mondd meg. Te írtad azokat a leveleket? Misi. Misikém. Miért nem mondod meg? Ugye ismered ezt a nénit? Misi. Hallgass rám. Elárulom neked a legnagyobb titkomat. Eddig még senki sem tudja, te leszel az első. A legnagyobb örömöt te hoztad el nekem azzal a levéllel. Tudod, Péter bácsitól. Én akkor nagyon boldog voltam. Csak neked mondom el. Ugye válaszolsz nekünk? Igen. Misi, mondd el nekünk, hogy mit jelent az az S betű. Süni. Süninek akartuk nevezni a haja miatt, de nem szerette. Nem szerette. De akkor miért? Mert az más volna. Ha volna valaki, aki... az mondhatná. Édesem, édes drága Süni. hát akkor megkerült, akkor megvan, akkor lehet, hogy mi velünk... Na Mihály öcsém, akkor elraboljunk. Van kedved hozzánk? Igen. Tessék, visszahoztam, kimostam. Pártad őt, ki nem hagy el, szemedbe néz, karja átölel.